Nos, hát sziasztok, én Zsolt vagyok, és mint láthatjátok, itt állok a Skyline-om füstölgő motorja előtt. És ezt a videót azért veszem fel nektek, hogy figyeljetek erre, hogy mostanában a szerver valamilyen oknál fogva elkezdi ezeket a bugokat. Ugyanis, igen, itt van a telefonom, hogy mikor vettem át a Skyline-t a mai napon. Lehet, hogy ti ezt nem látjátok, ma február 3-a van, jelenleg este 8:30, mint láthatjátok. Ezt a Skyline 19 óra 21 perckor vettem át a kórház előtt, aztán elhoztam egy banki kerüléssel ide az autót, leraktam az autót, majd leléptem a szerverről. Tehát, mifent, a kórháztól nekem ide el kellett jöjjek. Hogy azért valami legyen. És ide elhoztam, ugye, kiléptem minden, és most így csak ilyen 20 perce visszaléptem a szerverre. Mondom, hát akkor Skyline mozgassunk már egy picit, megnézzük, hogy mi van. Fellépek, és így fogja a Skyline, hogy ugye akkor is füstölt, csak nem ennyire. Tehát most jelen esetben úgy füstölt, hogy beindítani se lehet. Most jó sokan azt mondjátok, hogy ó, hát biztos kifogyott az olaj. De nem. Van benne olaj. Ott van. Van benne olaj, még benzin, meg minden van benne. És ott vagy a motor. Hát akkor most mi lehet akkor? Tehát mi fent nekem, ugye itt megvan az a izé, hogy ide kellett hozzam. Fifen most ugye jó belegondolt, jó, hát miért nem érsz adminek, hát ugye van képed, hogy Skyline-nal ott vagy a izé. A kórháznál. Felismerhetően a kórházi parkolóban állsz, és akkor ugye ott van a Skyline. Bifent. Most én a képpel mit érek el? Jó, nyilván leírtam 6000 adminnak, hogy ide hoztam az autót, leléptem, visszaléptem, és már nem volt járható állapotban. Mi a lényeg, vagy mi a válasz? Nem lehet csak úgy tékes, nem lehet csak úgy tékes, nem lehet csak úgy tékes. Ez. Valamelyik admin vissza se ír. Valamelyik le akar rázni. Másik azt mondja, hogy nem van a fixet most. Egyetlen kibeszélt a fixről. De most a képpel az a baj, ide bevágom nektek, hogy ugye magában ugye én rajta vagyok, vagy nem, pont, hogy nem én vagyok rajta, hanem ugye az, akitől vettem az autót, de ott van, hogy én a Nissan Skyline-nek ugye a csomagtartójába belenézek. De ugye pont a chat van nekem lefotózva. És ez semmi baj nincsen, de ugye én azóta ugye ide hoztam az autót, itt láttam vele meg mindent, tehát 20 perc. Úgyhogy az elmúlt 20 percben, míg én itt írogattam az adminoknak, hogy most ezt a videót veszem fel nektek, simán kinézik belőlem, hogy hát összetörtem, vagy előtte törtem össze. És nyilván, tehát most azt ajánlom nektek, hogy minden lelépés előtt vegyetek fel egy videót az éppen a kocsitokról, hogy egybe van, és ha felléptek, és nincs egybe, akkor meg tudjátok mutatni, hogy mi van. De most ilyenkor mi van? Másfél millió bukta faktor. Azt hiszem annyi a motor szeretet is, hogy ilyen fél millió körül van. Egy millió, fél millió körül van ennek a motor megszeretetése. Mert ugye ez egy felső kategóriás autó. Tehát, ne esetek bele ugyanebbe a hibába, mint én. Csináltok minden lelépés előtt egy videót, amit nyilván magatoknak elmentetek, és ha feléptek baj van, akkor azzal tudjátok igazolni, Dore. Mi a szár van ezzel? Úgyhogy, ja. Sok sikert kívánok, nem sokára jönnek a FlyMTS videók a Skyline-nal. Addig is próbáljátok meg ezzel nem valamit tenni FlyMTS-ok. Köszi!